Hát üdvözlöm a megjelent színház látogatókat, hölgyeket, urakat. A soron következő vízi színpad előadásán a Vejsze együttes lesz jelen, és egyúttal üdvözlöm őket is. És pár szóval szeretném őket bemutatni. A Vejsze egy olyan vésztői együttes, akiknek nem kell tehetségkutató versenyen küzdeniük a népszerűségért és menedzselésért. Nem csak a helyi települések rendezvényeinek állandó vendégei, a szülőföldünk Békés megye Amatőr Művészeti Fesztivál aranyminősítésű együttes számos felkérésnek tesz eleget. A vésztői Vejsze verséneklő együttes 2006-ban alakult. A hagyományos verszenét játszó zenekar a helyi Szabó Pál általános iskola pedagógusai indították útjára, Hajtó Ilona tanárnő, tanítónő, Pálfi Katalin zenetanár, Csősz Ferenc magyar tanár, drámapedagógus, művelődési központ igazgató jelenleg. Rövides csatlakozott hozzájuk Molnár Sándor, Vésztő városmenedzsere, jelenleg Vésztő város polgármestere. 2009. januárjában lett az együttes tagja Szombati Zsolt, Vésztői Művelődési Ház hangtechnikusa, és Pap Norbert, a Stílus Művészeti Szakképzési Iskola zenei oktatója. Névválasztásuk városunkhoz kötődik, hiszen Vésztő neve a Vejsze ősi halfogó eszköz. Tehát ennek nevéből eredeztethető. Kezdetekkor elsősorban a viharsarokhoz, a sárétez kötődő népi írók, költők, sinka és erdélyi verseire írtak zenét, tudatosan vállalva föl az Alföld népi irodalmi hagyományait, de József Attila és Radnóti versekhez is társítottak dallamot, emellett fellépéseiken játszottak Kaláka, Kormorán, Gimes, Dinnyés József és Sebő Ferenc dalokat. Zenéjükbe ötvöződik a klasszikus, akusztikus hangzás, a balladás hangvétel és a magyar népzene dallam és ritmusvilága. A versszövegekre írt zenét zeneszerzőként Molnár Sándor és Csősz Ferenc jegyzi. A helyi és térségbeli kulturális rendezvényeken gyakori vendégek, de felléptek már a Sinka estjükkel Budapesten, a Magyarok házába, valamint ők képviselték 2008-ban, 2009-ben Békés megyét a Vajdahunyad várában megrendezett Régiók Fesztiválján. A szülőföldünk Békés megye Amatőr Művészeti Fesztiválon az együttes 2009. januárjában aranyminősítést szerzett. A Vejsze együttes tavasszal részt vett a Költészet napja alkalmából rendezett megyei József Attila versmondó versenyen, ahol a zsűri döntése alapján és a Szarvasi Vízi Színházat üzemeltető Magyar Teátrum Kft. Jóvoltából külön díjként nyerték ezt a fellépési lehetőséget. És ezúttal átadom a szót a Vejsze együttesnek. Thank you.